Sziasztok, pajtik, sziasztok, gazdik! Nos, mi reggel korán keltünk, és játékkal kezdtük a reggelt. Nagyon jót játszottunk a szobába. Azt mondta a gazda, hagyjátok abba, gyerekek, mert nem sokára indulunk. Aztán elmentünk sétálni, mert azt mondta a gazda, mielőtt elindulunk, el kell mennünk sétálni. Nos, mi elmentünk. Aztán mars haza és indulás. Megyünk Bernilandra. Hát kérem, így indult a túránk. Nehezen, de biztosan. Mindenki beszállt az autóba, és indultunk. Aztán nagyon sokat autóztunk, mire megérkeztünk. Jaj, de nagy szabadság volt, a kutyák rohantak. Megérkeztünk, végre, a fajtársak, és mennyien vannak? Hú, a minden itt, van olyan, aki fürdik is már. Na se baj, mi sem maradunk szárazak, abba biztosak lehettek. Artúr és Bence üdvözölték a fajtársakat, no meg azokat is, akik nem fajtársak, és a gazdák is üdvözölték a gazdákat, no meg egy kicsit a kutyákat is. Aztán mindenki futkározott, mindenki kunyerált, mert volt ám itt jutalomfalat annyi, hogy na! A gazdák valami regisztrációról beszéltek, és utána indulhattunk el sétálni. Gyönyörű sétaút volt, mit mondjak. A patak mellett, ott, ahol a kutyák elfértek, mert azért sokan voltunk, ott sétáltunk, és néha megálltunk egy-egy fürdésre is. Nézzétek csak az ebeket! Hát van, aki egyből azzal kezdte. Már úsztak is. Artúr és Bence se maradtak szárazon, ők is belegyaláztak a vízbe, ő belőlük se maradt száraz kutya. Látjátok, ott az a baloldali, az Sir Arthur. Jézusom, hogy micsoda ugrásokkal jön ki a vízből. Aztán mars vissza. Jaj, de jó volt ez a víz. Hűs, olyan igazi hegyi víz. Jaj, de jó. A sétánk végállomása ez az odvas fa volt. Voltak kutyák, akik át is bújtak rajta. Bence besározta magát. Nézzétek, bokáig ért neki a sár. Belement szlopálni.
Arthur se kell félteni, ő is benne volt a vízbe. Rettenetesen jókat úsztunk. Hű, de finom volt ez a víz, tudjátok, ebbe a melegbe, ez kész élmény volt. Visszaérve a táborhelyünkre, gyorsan lelejmoltuk a gazdákat, mert szükségünk volt az energiára. Mama gazdi osztotta is nekünk rendesen, mi pedig körbeálltuk és kunyeráltunk. Jaj, de finom falatokat kaptunk, ha ti azt tudnátok, hát cimborák, nagyon sokat vesztett az, ki nem jött el. Na mindegy, hát mink itt voltunk, és mi meg is ettük a magunkét. Körbejártuk az összes gazdát. Mindenkitől kunyeráltunk, nem csak egytől, és mindenki adott is nekünk falatokat. Ebédet követően ismét fürdés következett, de most a tóban fürödtünk. Hát, mit mondjak, ez nem volt olyan igazi víz, ez állóvíz volt. Itt nem volt sodrás, itt nem volt akkora nagy a sár, de úszni azt itt is lehetett. És tudjátok, mi úsztunk is. Mindenki majdnem. Kivéve azokat, akik nem szeretik a vizet, akiknek a bundája nem vízálló. De a mi bundánk az vízálló, aztán meg kunyerálás megint. Mert valaki evett egy szendvicset, képzeljétek el! Na hát ezt nem lehet büntetlenül csinálni. Szépen körbeültük, okosan, ügyesen, és bizony kunyeráltunk. Nem azért, hogy elmondjam, de mi győztünk. Végül is a gazda nem ehetett, de mi jól laktunk. Aztán összetereltek bennünket egy csoportképre. Hát nézzétek, mennyien is voltunk, rengetegen. Azt se tudom megmondani, kit hogy hívnak, mert azt nem vagyunk képesek mi megjegyezni, hogy kinek mi a neve, és hozzá ki a gazda, mert még mi kutyák egymás közt csak el voltunk valahogy. De ennyi gazdát, tudjátok, borzalmasan sokan voltak. Na de, se baj, azért összetereltek minket úgy, ahogyan sikerült, és el is készült ez a bizonyos csoportkép. Látjátok, ugye? Milyen szépek is vagyunk! Aztán lassan elérkezett az utolsó fürdés ideje. Arthur belegyalázott a vízbe, ivott egy jót, megfürdette magát úgy, ahogyan illik, aztán lassan gondolkodtunk azon, meg kéne száradni, haza kéne indulni. Egy vertsereg módján indultunk hazafele, többnyire a gazdák mögött kullogva. Néha egy kicsit előre mentünk, de többnyire kullogtunk a gazda után. Így indultunk haza. Otthon, megérkezve, alig akartunk kiszállni az autóból. Bence még csak-csak, de Arthur akkor ébredt. Hát, nem volt könnyű ébredés, de azért ő is kiszállt,
és jöhetett a vacsora, mert azért a vacsora az jár ennek.